egy mikrofont se találtam, úgyhogy most akkor így. Imre, azt hallottuk róla, hogy rövidesen atyai örömök elé nézel. Mennyi idő múlva várjátok a babát? Novemberben várjuk, november közepe felé. Nem tudjuk még ki az anya, de... Akkor gondolom... Úgy néz ki, hogy rám fog hasonlni. Akkor gondolom, hogy sűrűn forgattad a szakirodalmat, és mondjuk elméletileg már tisztában vagy azzal, hogy mi az atyai teendő egy csecsemő körül. Hát nem vagyok tisztában vele, ő legyen tisztában. Az édesanyja remélem gondoskodik erről. És nekem meg arról kell gondoskodnom, hogy ők ketten nagyon nagyszerű harmóniában velem együtt éljük az életünket. Nagyon várjuk, aztán majd eldől. Mindenesetre azért kérdeznék tőled valamit. Hogy ellenőrzöd a cumis üvegben lévő tejnek a hőmérsékletét? Hát várjál, a gösszer söré az... Most ehhez képest a cumis... Ezt nem tudom, de... Jó, akkor egy mentő kérdés. Igen. Amikor a gyerek kora reggel, nagyon korán fel kell, nem akar visszaaludni, de nem sír, akkor mi lehet ennek az oka? Hogy én akkor mentem haza. Ezek után nem is tudom, hogy megkérjelek-e arra a szívességre, amire meg szeretnélek kérni. Kérjél. Megkérlek. Megkérlek arra, hogy segíts megvacsoráztatni Spenóttal a 11 hónapos kislányomat. Esetleg, hogy a görcsőről egy kis konyak. Katica, Imre bácsi, Katica. Szervusz, csillagom, szia. Tapsi. Szia. Nem kell neki tapsítani. Csillagom, gyere, életem, gyere. Főrakom. Jó? Vagy itt, elnős, annyit kérdezhetek, hogy evett a gyerek már? Írja, hogy 11 hónapos már többször élet. Na de nem úgy értem, hogy ma már, ma úgy értem, ma este. Nem tudjuk lévén, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem én vagyok az anyja. Nem, én itt csak vendég vagyok, elnézést. Csillagom, mit ad neked az Imre bácsi? Nézd! Ezen el... Állj meg! Őszintén szóval... Nem azért mondom, de én is inkább errefele orientálom. Várjál! Kicsit makacs a gyerek, makacs a gyerek. Makacs? Mi lenne, ha megkerülném, mert... Mögé kerülésért 2 pont jár. Imre, esetleg majd ezzel is próbálkozunk. Fejjel kellene megpróbálkozni. Na de addig nem megyek el, amíg nem eszik. Csak tőlem nem kéred, vagy egyébként sem? Itt van, Pino, kicsika, ezt ki... Azt megkérje a gyerek, hogy én is kóstoljam meg. Ebből prób... Nézd, életem, mit ad neked az... Kézi, milyen könnyen van? Kézi, kicsi? Majd nyitunk egy számlát Imre gyermekének, ha nem tudják megtáplálni. Nem tudom, ha nem. De ez tej? Tej. Én már jobban begörcsöltem, mint ő. Lehet, hogy a megyében én vagyok az egyetlen, akit ő nem fogadja. De az biztos, hogy a verebes keze van a dologban. Nem akarja. Hölgyeim és uraim! De például nézzék meg, hogy én ezt például bármi. Hölgyeim és uraim!
Hölgyeim és uraim, Benyige Kata és Bajor Imre előadásában a Spenót című opuszát. Sziasztok! Adtok egy kettő az? Igen. Köszönöm szépen!